Hogy tetszett a meccs? Nagyon jó meccs volt, gondoltam, hogy a Budusnusz ellen azért egy küzdős hajtós meccs lesz. Az első fél időben még azért látszott, hogy a Fradinak is ez az első BL közép csoport mérkőzése, de utána a második fél időben abszolút kijavították azokat a hibákat, ami az elsőben nem ült. Úgyhogy egy nagyon jó kis hangulatos meccs volt, ahogy mindig a Fradin nagyon-nagyon jó hangulat van. Úgyhogy a második fél időben azért látszott a két csapat közötti különbség. Ugye pénteken ti is játszottatok a BL-ben, nem sikerült győzni, így két nappal a meccs után így megemésztettétek-e már, hogyan értékeled a meccset? Megemésztettük, azért nálunk ott idegenben Romániában tudtuk, hogy végig egy nagyon-nagyon küzdelmes meccsnek kell lennie. Az első 20 percet bírtuk, és utána úgy érzem, hogy a hibákat kihasználta a Bukarest, azért nekik sokkal-sokkal több csere lehetőségük volt. Próbáltuk magukat tartani, de a második fél időben már csak rohantunk az eredmény után. Úgy gondolom, hogy nincsen semmi tragédia, ez volt tényleg az első mérkőzés, nagyon-nagyon sok van még, de mindenképp ezeket ki kell javítanunk, és jobban kell kézilabdázni. Igen, ugye kevesen voltatok, mert sok a sérült is. Mennyire lesz nehéz így az előttetek álló időszak? Mindenképp még ez az egy hónap, azért a Stine az oftedálő már vissza tud állni, én úgy tudom, egy héten belül, tehát a következő BL meccsen már szerintem egy 10 percet tud játszani, azért az nagyon nagy segítség. A Duda kiesése azért fájó, hiszen ő védekezésbe, támadásba is egy oszlopos tagja a csapatnak, úgyhogy próbáljuk ezeket a kis lyukakat pótolni, de mindenképp egy-két hét után már többen leszünk, és azt hiszem jobban is fogunk játszani.